Egyre növekvő élelmiszerárak, brutális infláció és a kormány hazugságaival szemben igenis kemény rezsimekszorítások, ezek mind oda vezetnek, hogy sajnos a már így is nagyon gyenge lábakon álló magyar bérszínvonal gyakorlatilag értéktelenné válik. Ugyebár eddig is Európában sereghajtók közé tartoztunk fizetések tekintetében, és ebben a gazdasági helyzetben pedig egyenesen az a helyzet, hogy egy magyar munkavállaló egzisztenciálisan súlyos válságba kerül, gyakorlatilag veszélyben van a megélhetése. Ezért tapasztaljuk azt ország szerte, hogy gyakorlatilag mindenhol béremeléseket követelnek, minden szektorban a magyar munkavállalók. A helyzet tehát nem egyszerű, és itt állunk az elmúlt 30 év gyakorlatilag Elhibázott gazdaságpolitikájával, ahol is mind a két politikai tömb, nagy politikai tömb szolgai módon szolgálta ki a multinacionális tőkét, az önálló magyar nemzetgazdaság irányába gyakorlatilag semmit nem tettek. Ebből a helyzetből kellene tehát elmozdulnunk egy olyan irányba végre, amelyet a magyar dolgozók is megéreznek. A munkahelyeket én három fő csoportra osztom jelen pillanatban először a multinacionális cégek, aztán a KKV szektor, ami ugye gyakorlatilag a magyar kis és közepes vállalkozásokat takarja, illetve a harmadik csoport az állami cégek. Gyakorlatilag ebben a három csoportban közös jellemző, hogy méltatlanul keveset keresnek a magyar munkavállalók, azonban ezen a közös ponton túl vannak eltérések is, és ezekre specifikus módon megoldási javaslatokat kell letennünk az asztalra. Menjünk akkor sorjában ezen a három ponton. Az első ugye a multinacionális cégek. A Mi Hazánk Mozgalom nem fogadja el, hogy kivételezett helyzetben legyenek. A jelenlegi álláspontunk szerinti mesterségesen megkreált energiaválság árát ne a magyar dolgozókkal, a magyar családokkal akarják megfizettetni, hanem adóztassák meg a multikat súlyos milliárdokról van szó, így hát lenne helye a bérfejlesztésnek, tehát ezekből jutna a bérfejlesztésre is. A második, a KKV szektor, tehát az egyik legfontosabb szerintünk ugye a magyar kis és közepes vállalkozások helyzete. Itt azonban már kicsit más a helyzet, mert ők még hogyha akarnának sem tudnának béremeléseket eszközölni, hiszen évtizedek óta hatalmas adóterhek nyomasztják a, a, a béreket, ezért új adópolitikára van szükség a KKV szektorban, hogy ki tudják termelni a béremeléseket. A harmadik az állami cégek helyzete, itt természetszerűleg az államnak lenne elsődlegesen ráhatása a bérek fejlesztésére, ehhez azonban szerintünk struktúrális változásokra lenne szükség a nagy korrupt vízfejek, egész egyszerűen vissza kell szorítani, meg kell semmisíteni, és így rengeteg forrás szabadulna fel, tehát az államnak ilyen téren lenne lehetősége, hogy az állami cégek dolgozóinak bérét emelje. Most azonban a legégetőbb kérdés, hogy nemrégiben kijelentettük, hogy a mi hazánk mozgalom szeptember 1-ig ad ultimátumot a kormánynak, hogy a javaslatait fogadja meg a válságkezelésre, hiszen hogyha ezeket megfogadja, és a rezsimegszorításokat átgondolják, akkor már hatalmas teher esik le a magyar munkavállalók válláról, nem kell például Európában a legdrágább gázárat kifizetnünk. Hogyha viszont nem tesz így a kormány, akkor nincs más lehetőségünk, mint hogy országszerte demonstrációkat tartsunk, hiszen azt nem nézhetjük tétlenül, hogy magyarok milliói fázzanak vagy éhezzenek akár, hiszen komolyan vesszük a mozgalmunk alapító jelszavát, hogy minden magyar felelős minden magyarért.